Sziasztok! Egy pár óra múlva kezdődik a legszentebb nap a zsidó naptárban, a Jom Kippur, az engesztelés napja. Ott leszünk a zsinagógában, és kezdünk a szívhez szóló dallammal a Kol Nidrét. A Kol Nidrében szabadulni szeretnénk a fogadalmaktól és tiltásoktól, amit magunkra vállaltunk, vagy vállalni fogunk a következő évben. Valójában itt van egy nagyon-nagyon mély, egy mélyebb dolog is a szövegben. Van egy másik dolog, amitől szabadulni szeretnénk, és ma este erre kérünk az Istentől erőt. Azt mondja a Talmud, hogy az ember vétkezik, súlyos vétkeken, akkor ez olyan dolog, ami utána jár, és nem szabadul tőle egy életen át. Mit jelent az? Ez azt jelenti, hogy sokszor az ember bekerül olyan helyzetben, hogy úgy érzi, hogy ő már nem tud megtérni, ő már nem tud jó zsidó lenni. Erre azt mondjuk, Kol Nidre veszel, mindenféle tiltás, mindenféle olyan dolog, amit áthágtunk, szeretnék szabadulni tőle, és a szent nap adni fog nekünk erőt, hogy tudjunk szabadulni, akármit tettünk, tudjunk szabadulni, és a jó útra térni. Ehhez amit kell, hogy az ember erőt vegyen, és induljon az útra, mert az ember lelkében ott lesz az erő erre, még akkor is azt hiszi, hogy ő már nem tud ebből kijönni. Sokan kérdeznek, hogy mit kell tenni, ha otthon maradnak, és nem tudnak elmenni a zsinagógában. A válasz erre az, hogy aki otthon marad, akkor is lehet imádkozni, az imának a nagyobb részét. A Jom Kippuri imakönyvnek a nagyobb részét el lehet mondani még otthon is. Minimum, amit el kell mondani, az, amit általában szoktunk mondani Sábeszkor is ünnepnapokon, ezen kívül az Amidát, és a vidúj a bűnvallomás. Ez a lényeg a Jom Kippuri imának, és természetesen még jobb az ember még a költeményeket és ezeket is elmondja. Kívánom mindenkinek, hogy legyen bepecsételve a jó könyv, az életkönyvében jóra, bőségre és boldogságra. Ezen kívül bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől, ha megbántottam valakit, kérem bocsásson meg, legyetek áldva, könnyű bőtöt kívánok, gut jamtev!